Szervusztok! 2024. augusztus 24-e van, és szombati nap. Északi járműjavítónak a volt területe, amely most éppen ilyen közlekedési múzeum lerakatként szolgál. És van itt egy időszaki kiállítás, amivel megyünk. Ott látszik a háttérben a reklámja. De nem is ez a lényeg, mert ez itt van mondjuk hónapokon át, viszont ebben a három napban, péntek, szombat, vasárnap, mint látjátok itt mögöttem, van egy ilyen Icarus meeting is, egy kisebb fajta Icarus találkozó, és a kettő együtt már arra ösztökélt, hogy akár hiába ígérnek már a 35 fokot, azért csak-csak ezt meg kéne nézni, mert ilyen itt, hogy itt a kőbányájút a Icarusok állnak így dömping, mert ez azért viszonylag ritka. Úgyhogy arra vetemettem, hogy minden egyes ellenérzésem ellenére, hogy ilyen melegben nem jó ilyen helyen tömegbe tolongani. Így mégiscsak itt vagyok. A Repont támogatása videó felső sorában, leírásának a legelső sorában megtalálható. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltok rám. Egyébként ez mindig jól esik, mivel pittyel a telefon. Nem az összeg, hanem a gesztus. Tehát, hogy az ember így érzi, hogy na, azért vannak, akik gondolnak rá olyankor, amikor visszaviszik a göngyöleget, és ez jó dolog. Most viszont nézzük meg az Icarusokat, mert éppen jó süti őket a nap, és ez az a pillanat, amikor el kell őket kapni. Meg aztán, ha minden igaz, talán lesz egy szakmai tárlatvezetés is. Viszont az első észrevételem, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a közlekedési múzeumban, nál közelében egyszerűen nem lehet leparkolni. A villamosok ritkán járnak, mert hétvége van, a buszok ritkán járnak, mert hétvége van, a parkoló meg nincs sehol, úgyhogy ki vidékről jött, az nagyon köse fel a gatyáját, mert itt a környéken hogy fog megállni, arról fogalmam sincs. Itt van egy hatalmas terület, van egy tábla, amelyen ki van írva, hogy free 83, tehát parkolóhely, de nem lehet bejönni, szóval messze semmi fog meg jól. No, visszatérve a kiállításra induljunk el, és akkor nézzük meg, mit láthatunk kint és bent. Rögtön a sor elején egy Mávak TR trambusz. Nemrég lett azért legalább ilyen állapotba hozva. Követi egy Csepel tűzoltóautó. Majd még egy trambusz, ez már az ötös, mert a kicsi a 3,5-es volt. Viszont mögötte már Icarus 60. Egy malévos Icarus 55-ös. Meg még egy. Ez úgy látszik közlekedési múzeumos, ahogy nézem. És akkor Icarus 311-es egyszer, Icarus 311-es még egyszer, egy Icarus 620-es. És egy retro cabrio, amilyen szerintem sose volt, Icarus 260-as, amely a kedvenc buszvonalam, gyors 25A. De indítani kell a kocsit és felbújtsanak. Mondjuk ezzel akkor jártam sokat, mikor még a Hubai térig ment, de metró megnyitása után Újpest központra került a végállomásra. A BKV visszaretrósított, megőrzendő BPI-007-es forgalmi rendszámú Icarus 412-ese. Egyébként a BPI-005 volt az első, de hát úgy látszik a harmadikat sikerült csak normális állapotban megőrizni. Nem volt egy akkora sikerszéria, lássuk be. És egy velencei Icarus 415-ös, amely a 415-ös búcsún is ott volt, amikor a 21-es buszon búcsúztattuk az Icarus 415-ösöket. Az EVL 670.
eldugva mindentől távol, de azért megérdemel némi figyelmet a 405-ös Ikarusz, a BPI 391-es is, hiszen azért évtizedeken át meghatározó darabja volt, vagy típusa volt a budapesti tömegközlekedésnek, még akkor is, hogyha nem volt egy túl szerencsés jármű, mert hát lássuk be, nem volt az. Egy igazi szépség az Ikarusz EAG E94G volános színezésben, de ne tévessze meg senkit ez, tudtommal a közlekedési múzeumé már, ezt ők csinálták meg ilyenre, amilyen. Még a fogdjem is működik, ha megnézitek, itt elől. Igazán stílusos. Rendszáma még, látjátok, nincsen, pedig elméletileg talán már le van vizsgáztatva, aztán ki tudja. Egy Ikarus 481-es, na ez se egy sűrű típus, mint látjátok, ez jobb kormányos, tehát angol száz területre gyártott darabka, és nem mondhatni eleve, hogy sok volt, meg hogy sok maradt volna meg. Hátulról, és itt mellette is ám buszok sorakoznak, hosszú tömött sorokban. Gyönyörű szép ez a 250-es tényleg, szóval na, le a kalappal. A nap ezeket nem fogja jól sütni, mert úgy vannak beállítva, hogy max boros idő esetén kapnak előről úgy jó homogén fényt, úgyhogy kénytelen vagyok ezeket most így viszonylag ellenfényesen megörökíteni. Itt egy közlekedési múzeumos borsod volánosra fényezett Ikarus 256-os. És mellette pedig egy Ikarus 260-as, úgy nézem ez is közlekedési múzeumos. Hát van feelingje, azt meg kell hagyni. Ez egy Ikarus 260-02. Korának a midi busza, az Ikarus 211-es. Igazi munkásszállító járat volt annó. A BKV-nál egyébként a várjelű buszon közlekedett, nem azon, amit most úgy ismerünk, hanem ami a Clark Ádám térről úgynevezett siklópótlóként ment fel a Szent György térre. Egy Ikarus 397-es, Ikarus Scania koprodukcióban. És közvetlenül mellette egy Ikarus 396-os. Ő neki rendszáma is van. Eurolines festéssel. De szerintem ő is közlekedési múzeumos, talán az oldalán felelhető ilyen matricából arra lehet következtetni. Egy osztott szélvédős E94-es, a hatalmas nagy frontkijelzőjét sajnos befalaszták, így annyira azért nem szép a kicsike. És mellette pedig az igazi csöpség, a szép midi, az E91-es, nagy kár, hogy ez nem terjedt el igazából soha Budapesten, és úgy nagyjából Magyarországon szinte sehol. Volt egy-két darab itt-ott, de ez nem volt egy jellemző típus. Most ugye van a BKV-nál pár rigai Ikarus E91-es, ha még állományban vannak és ha még futnak, szép kékre fényezve, de egyébként soha nem volt egy jellemző típus Budapesten sem. És az egész kiállítást nagyjából próbáljátok így elképzelni itt a kertben. Középen a 301-006-os szoborgőzös, ami olyan erőteljesen szoborgőzös, hogy bizonyos alkatrészei bizony-bizony fából készültek derékasztalos munkával, hiszen hiányoztak, és nem nagyon volt pótolható. Ez borzasztó romos állapotban volt István telken, még az operaház meg nem vásárolta, és legalább ilyen szintig, ahogy most látjátok, helyre nem állította. Az elsőként bemutatott kontingens hátulról a trambuszok, az Ikarus 60-as, a két 66-os, az egyik 311-es, a másik közben meglógott. Meg meglógott a 260-as kabrió is,
és a 620-as. Hogy nézett ki restaurálás előtt? Igen, szóval ez egy 1973-ban gyártott 20-60-os autóbusz. A pályafutása végén, az utolsó éveiben még a restaurálás előtt már méhészbuszként üzemelt, amit úgy kell elképzelni, hogy valóban kaptárok voltak a buszban, meg a busz oldalára akarsz, stb. Ebből az állapotból már így a képen látható, hát gyakorlatilag teljesen forradált és elhasznált állapotból lett restaurálva. Szerencsére a főbb alkatrészei azért megmaradtak, hogy ezeket sikerült így menteni és mindent restaurálni rajta. Egyébként nyilván a karos név az abból ered, hogy az autóbusz motorja hátul helyezkedik el, amit akár meg is nézhetünk. De a 73-as akkor az utolsó szériás nagyon már a vége. Ez gyakorlatilag az utolsó 10 darabból lett mentve, igen. Melyik? Abszolút működőképes, OTR-en számos. Ezt forgalomba használja gyakorlatilag a Amazon. Nemrég volt kapott. 6 hengeres csepel. Ilyen távokat abszolút. Dízel motor. És működőképes. Nyilván a szállított utasokat, igen, illetve szoktunk. Ez a gomb, ez arra való, hogyha valamilyen szereléses tevékenység folyik, és itt van az ajtó, ahol ugye ezt összenyomja az a kis kendrab, és nyomja egy másik ember, gyakorlatilag alvás szinten készhetsz rá, és erre került a felépítmény rá, amit már ez is sikerült szépített össze. Ez egy tárgyaló résszel, vagy egy ilyen hatfős kis fülkével rendelkezik, ez a túloldalon látható. Illetve talán itt is be lehet nézni, igen. Ez elég bizarr élmény volt azért, vagy élmény itt utazni, mert ugye hátal is lehet ülni a forgalomnak, illetve egy ilyen kis kapszuláról van szó. Hát főleg meg azt kell tudni, hogy itt a két ajtó között a földszinten nincsen átjárás, tehát hogyha mi onnan át akarnánk jönni, akkor fel kell menni, és itt a lépcső lejönni. Szóval ez egy ilyen zárványszerű kis rész, ez a tárgyaló rész. Itt még látható egy mosdó, illetve van egy pici konyha. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen körülbelül 150 cm magas konyha, tehát ebben csak így begugolva lehet egy felnőtt vagy magasabb embernek bejutni, de van, ugye erre arra volt, azért volt szükség, mert ez nemzetközi értékesítésre ment volna, ez Törökországban lett száma, viszont végül mégsem oda került, ez a Vértes Volán, tehát belföldi üzemben teljesített, úgyhogy gyakorlatilag teljes restauráláson esett át, és OT-képes lesz egy ilyen 2-3 éven belül. Mert a kora nincs meg még. A kora nincs meg, tehát egyébként a... 30 évesnek kell lenni egy járműnek ahhoz, hogy... Tehát mikori? Ez az autóbusz, ez 96-os talán, ha jól emlékszem. Tehát hamarosan eléri ezt a kort. Egyébként az OT minősítést teljesen biztos, hogy megkapná, mert minden abban az állapotban lett elkészítve, ahogy gyakorlatilag le lett állítva, és így az utolsó üzemállapot szerint lett restaurálva. Ő is teljes körű restauráláson esett át, talán ott van fotó róla, hogy nézett ki a kezdnek. Nyilván ezen a képen még nem is biztos, hogy látszik, de itt azért a vászszerkezet már nagyon forradált volt, teljesen szét kellett bontani, ezeket újra kellett építeni. Látható, hogy zacskók, vagy le van fóliázva az ülés, tehát a szövet is új. Ezeket így védjük a fóliával, a szövettől kezdve minden a korhű kialakítás szerint lett megcsinálva. Ez Eurolines Berkekben indult, tehát gyártás után már így rendelte meg a volán, és teljesített nagyon sok ilyen nemzetközi fuvart. Később aztán a volánnál már belföldi fuvarban volt, és ekkor a hálófülke, ami itt látható, ez a sofőröknek volt kialakítva, van is egy ilyen kis telekési ablakocska, meg nem tudom, hogy ki aludt itt szívesen, de alapvetően itt van egy pihenőhely. Ez akkor át lett alakítva csomagtartóvá, hiszen már csak belföldi menetet teljesített. Ez a restaurálás során például teljesen vissza lett alakítva az eredeti állapotra, és akkor az Eurolines-os teljesítés szerinti kialakításra.
úgyhogy ez egy nagy büszkesége azért a múzeumnak, hogy útérrend számig eljutott. Tehát a csuklón megfelelője németül, gyébetűvel kezdődik. Gelengusz, igen. És akkor van ugye L94-es is valahol. Ja, igen. És akkor az E94-esnek a csuklós változata az E94-jé. Igen, ennek még érdekessége, hogy ugye ez egy tolócs csuklós busz, tehát a motorja hátul helyezkedik el. Ugye rengeteg autóbusznak, csuklósnak a B-tengelynél van a motorja, az már egy húzó, de ez toló, tehát itt abszolút hátul van a motor. Mint a 435-ös. Igen, aki elég bátor. Jelzőhangkor, amikor már az a jelzőhangban, akkor már nem szabad fellépni, én erre tudok gondolni. Erre ne csukd be még! Fagyizni már akkor se lehet. Hú, korabeli egy kiadó. Igen, a mobil, érdekes, hogy nincs ott a mobiltelefon. Hátul le lehet szállni. Ugye látszik, hogy a városi autóbuszoknál azért inkább a harmonika ajtó volt a jellemző. Ő komplett restaurálásban esett, tehát ugye lehet látni pont a vezetőülésnél még ott van rajta a fólia. Amikor elkerült a szövetanyag, akkor utána le is lett fóliázva. Aktív használatban azért ő sincs, úgy mint a 311-es és a faros, ők is inkább rendezvényekre vittük eddig ki. Ez egy olyan restaurálás volt, majd a képet talán itt, ha a videó visszajött, akkor meg tudjuk mutatni, mint a 260-nál, hogy itt a vászszerkezet az már abszolút gyakorlatilag eltűnt. Itt a szélbontásnál az már ilyenkor szét is hullik, és így kellett újraépíteni, úgyhogy egy nagyon nagy feladat volt. Egy ilyen restaurálás egyébként 400, akár 500 napot is igénybe vehet. Tehát teljesen szét kell bontani az egészet, és akkor egy ilyen hibafeltárás után elindul az alkatrészbegyűjtés, a váz szerkezet újjáépítése, és 5-6 olyan nagy fázis van, mint a, tehát tényleg a váz szétszedés, váz szerkezet, fényezés, utána a műszaki dolgok és kábelezés visszaépítése, és utolsó fázisként a matricázás, diszítőelemek és tesztüzem. Úgyhogy egy ilyen komplett restaurálás nő is átesett. Akkor megnézzük a restaurálásra váró Icarus 405-est. A BKV-től vette a múzeum. Igazából a BKV és a közlekedési múzeum között azért nagyon jó kapcsolatban, és nyilván a selejtezések alkalmával jelezni szokták, hogy milyen típusok elérhetőek. Azért lehet látni ezen az autóbuszon, hogy ez már az utolsó utáni hónapokat, éveket is megkapta, tehát már a fényezésnél már nem is érdekelte
BKV csak valami kis kék legyen, ráment a búrára, stb. Látszik, hogy abszolút el van korodálva, hátul talán még jobban lehet látni, őt is csavarokra szét kell szedni, és gyakorlatilag teljes körű restaurálást igényel. Gyártáskori lesz Perkins motor, eredeti minden? Utolsó üzemállapot lesz, tehát ezek a benne látható ülések, meg a most látható jellemzők fognak megmaradni, azzal a kiegészítéssel, ami esetleg már nincsen rajta, talán matricázásban. Az ölcsíkos? Nem, ez ebben a... Tehát nem lesz olyat az ölcsík? Nem. Utolsó üzemállapot szerint. Benőtte a növény. Benőtte, igen, a növényzet. De akkor az most nem is működőképes, nem, gondolom. Nem, ő már nem, teljesen. Ugye, amit mondtam, hogy inkább mellőv alatt szokott elindulni a rohadás, itt már látszik, hogy ez már itt is megadta magát. Itt teljesen az ablak körül is szét van rohadva, ezt ebből az állapotból kell majd megmenteni. Hát ez el lesz munka. Ez a elképzelések szerint idén elindul ez a restaurálás, és ez is egy ilyen 4-500 nap környéke tud lenni, tehát ez egy hosszú munka, egy ilyen autóbusz helyre hozni. Fogja meg, akkor működött utoljára. Több mint 2 éve. Ez már az utolsó forgalmi állapotnak megfelelő utastér, és mint hallhattuk, így is lesz felújítva. Tehát ne képzeljétek el szövetüléseket és zöldcsíkokat az autóbuszra, az nem lesz rajta, hanem nagyjából ezt az állapotot fogják majd restaurálni, nyilván egy kicsit kultúráltabb verzióban, mert úgy is mondhatnánk, hogy ez az autóbusz már eléggé lelakott szegényként. És akkor, ami eddig kimaradt, a 200.000-nek gyártott Icarus volánbusz felújításában. Ez egy 280.33-as, és leállítása előtt már bolygóajtós volt, visszaalakították. 93-as, ha megnézitek. És a BKV lőbuszából átalakított gyönyörű szép első szériás Icarus 280-as, ami megkapta a VPI 280-as forgalmi rendszámot, holott ugye az átszámozások után ez eredetileg egy 260-as autóbuszé volt, ez a VPI 280-as rendszám, de most ez így stílusos. Az eredeti rendszáma lett volna igazán érdekes rá, de az nem került most vissza. És akkor mögötte pedig egy Icarus 180-as, ami nagyon-nagyon régen megvan. Ugye a Szentendrei Múzeum lakója volt sokáig. Most a Kelenföldi garázsban lakik, ha jól tudom, és néha még nosztalgia meneteket is teljesít. No, itt egy laprugós borsodvolános Icarus 266-os. Ez már bent van a csarnokba természetesen. És hát ő is közlekedési múzeumos restaurálás, ha megnézitek. Az Icarus logó kapcsán vannak kételjeim, hogy ezen nem nagyon volt ilyen Icarus logó ezeken a 266-osokon, de aztán lehet, hogy egy-két ilyen elveszett vidéki volánnál mégiscsak csak raktak rá ilyet, de nekem nagyon nem rémlik. A klasszikus falujáró Icarus, ahogy mondanám. És a falujáró laprugós Icarus 266-os, a borsodvolános hátúról. Egy dakkos délalföldi közlekedési központ ZRT és Icarus 260-as, ami gázos, ott van a tetején a tartály. Hátul a gáztartály, látjátok. És Szeged térségében voltak ezek az autóbuszok jellemzőek. Ez a 3 digites kezdetleges kijelző is tipikusan szegedi.
2556-osról se feledkezzünk el, bár eléggé itt el van rejtve a kiállítás egyik szegletében, de azért itt van. Párja ugye a 180-as, az kint van az udvaron. Innen talán jobban észrevehető, jobban látható, jobban befogadható az 556-os Ikarusz. És mellette, itt az Isten, ott egy viszonylag új szerzemény, a 318-as vezérlő, szili vezérlő. Régen BDT, most BDDF sorozati jellel. Ezt is az utolsó működő példányok közül mentették meg, mert szili vezérlő tudtommal már jó ideje nem megy. A jó ideje az másfél-két éve, de nem megy. Itt a vezérlőkocsi elég ellenfényesen, meg rengeteg belegyaloglással előről. De látható, hogy ez azért meglehetősen az utolsó forgalmi állapotának megfelelően van ide kiállítva. Ami azt jelenti, hogy ugye H-start van rajta, meg az oldalán is, és hát mint mondtam, ez már nem BDT-ként van, hanem BDDF-ként van ugye sorozat jelölve. No, itt a Nylon Piroska Bece nevű Ikarus 30-as. Ez egy igazi kuriózum ez az autóbusz, már az, hogy megvan, és az, hogy ilyen szép állapotban fel lett újítva. Mindent megtudhatunk róla, 1953-as gyártás, és egyébként 51-től 57-ig úgy látszik 3175 darab készült, mint itt írva van. 63 kW, szóval gyakorlatilag ma egy személyautó többet tud, és a legnagyobb sebessége 74 km/h. Ahhoz képest, hogy a hengerűrtartalma 5322 köbcenti, pontosan ugyanúgy 30 liter fogyaszt kilométerenként, mint egy átlagos Ikarusz 280-as, aminek viszont 10.000 köbcenti fölött van a hengerűrtartalma, szóval azért láthatjuk, hogy ez nem egy korszerű motor. Csepel D 413 4 hengeres dízel. Maga az autóbusz egyébként akármilyen öreg is, szép újszerű állapotba fel lett újítva, és borzasztóan impozáns. Tehát azt azért nem lehet mondani, hogy ez a busz olyan csúnya lenne, mert a maga korában ezekkel a felső napfényablakokkal ez egy igen korszerű autóbusznak számított. Csak az idő hamar túlhaladta. A tetejére stílusosan felraktak pár ilyen utazóbőröndöt, hiszen azokat ott volt hely tárolni. Másik oldalon még egy kakas is akadt. Ugye az utastere viszonylag szűk volt, csomagtér pedig kizárólag a tetőn. Egy 1934-es Fiat Topolino, ilyen szerepel az 1966-os Kára benzinért című film első epizódjában, első etapjában. Garas Dezső veszi meg. Itt egy Dacia 1300-as láthattok, amely 1969-től 1979-ig volt gyártásban. Aztán ezt követte 1979 és 2004 között az 1310-es utódmodell. A Dacia 1300-as a másik oldalról, és mögötte ez a Távia becenévre elkeresztelt, hát hogy is mondjam, csak förmedvény. A Távia, ez a Zaporozsec szovjet autó utódja, és bár a Zaporozsecnek is a minősége megkérdőjelezhető volt, úgy olvastam, hogy ezek még az összeszerelés és az anyagminőség tekintetében képesek voltak alul
teljesíteni a Zaporozsecet is. Pedig pont azért választottak neki új márkanevet, hogy senki ne társítsa hozzá azt a rossz minőséget. Magyarország csak úgy importálhatott Lada Samarát, hogyha megfelelő darabszámú távját is importált mellé, mert egyébként a kutyának nem kellett ez a, mondjuk ki, ez a szar csimbók, ami itt van. Tehát ehhez képest az előtte átsorgó Dacia, az egy Rolls Royce. Pedig hát tudjuk, hogy a Dacia-kat is előbb szét kellett szedni, újra összerakni, és akkor utána autó volt. Tiszta 60-as évek, egy Skoda Octavia, és mellette egy Pannonia motor. Mögötte viszont már inkább a 80-as éveknek minősíthető Kispolszki, annál is inkább, mert ez a Kispolszkinak a ránc felvarrott változata már, amikor nem króma lökhárítója, a Polszki Fiat jel oldalt van, nem középen, és ez már a nagy műszerfalas, tehát nem a pici, nekünk még annó pici műszerfalas Polszkink volt, az volt a rendszám, hogy KH8626, ez az igazi libafos zöld, ez viszont már ilyen okkersárgára hajazó. Azért a Kispolszki az összes hátrányával együtt egy szerethető kis autó volt, igaz, hogy a 650 köbcentivel annyi benzint ívott, mint most egy Suzuki 1300 köbcentivel, megközelítőleg, és ebben a példányban például már van hátsó ablakfűtés, ami a Kispolszkiban kifejezett luxusnak minősült, mert én emlékszem, hogy jó anyám mindig mondta, hogy törölgessem le a hátsó ablakot, mert nem lát ki. És ugye egy külön karral kellett az első szérián indítani még a motort, a sebesség a kézifék mellett, viszont ezen a szérián már az indító kulcsal indult a motor, tehát ez már egy lényegesen korszerűsítettebb változata volt a Kispolszkinak. És itt van egy Polszki Fiat zanzásítva, instant verzióban, csak vízzel felkeverve nem lesz vele Polszki Fiat. Ez már az újrahasznosítás előtti állapota. Egyébként itt a táblán az van írva, hogy ez egy 1973-as cucc. Hát ez biztos nem az. Mert ezt a verziót szerintem 87-88-tól gyártották, úgyhogy azért ez a verzió, ez egészen biztos. És ha megnézitek, jobb oldalt nincs tükre. Nem hiba. A Kispolszkinak alap kiszerelésben jobb oldalt nem volt tükre. Itt pedig a Puli márka nevű műanyag karosszériás magyar kisautót láthatjátok, annak is egy elektromos változatát. Sőt, ugye Nonplus Ultra egy elektromos kabrió változatát. Ezt a változatot az 1990-es évek elején gyártották, de a rossz minőségű akkumulátorok miatt nem igazán volt sajnos versenyképes, így nem is lett belőle széria. A dízelmotorosból azonban egy kicsit többet vásároltak, temetők, a Magyar Posta és egyéb helyeken is fellelhető volt még, de aztán maga a cég csődeljárására került, és 1993-ban sajnos fel is számolták. Így a Puli nem nőtte magát egy nemzetközi hatalmas hírnevű autóvá, de azért mégiscsak a miénk volt, és szerintem egy szerethető pici mini autó. Ez az elektromos kabrió változat, mint látjátok, a Puli Kabi márkanevet kapta, egyébként találóan. Hát gyártási időre itt is csak annyi írnak, hogy 1990-es évek. Egyébként a Pulikat előbb kezdték el gyártani, de azok még valószínűleg akkor nem voltak elektromosak. Ez viszont már elektromos. Ez a Puli Kabi, mint kabrió. Én úgy hívnám, hogy Puli Cuki, de volt itt olyan alternatíva, meg volt elképzelés, csak hát aztán nem lett belőle semmi. Sajnos. Mellette itt egy lime roller, ez amiből lett valami. Fiat 500-as, vagy ha úgy tetszik, a Fiat 600-as mintájára épült Zastava 750-es. Hát nem is tagadhatják, hogy honnan lopták a formát. Mindenesetre a kis autó is igazi kuriózum. Nem gondolnám, hogy túl sok megmaradt ebből. Kicsit talán hosszabb, kicsit talán elnyújtottabb ennek a formája, de egy biztos, hogy nagyon-nagyon a Fiat 5 meg a Fiat 600-asra hajaz. A műszerfal pedig igazi 60-as évek korabeli. Egy eredeti állapotú 601-es Trabant, ugye a híres műgyöntakasztós kis autó, DDR, azaz a Német Demokratikus Köztársaságból, Kelet-Németországból. 600 köbcent és 23 lóerőt bír, ez már a fejlesztett változat, mert az elődje a Trabant 600-as csak 18 lóerős volt,
Egyébként ezt a verziót 64-től 1990-ig gyártották, és közel 3 millió példány készült belőle. 1990-ben még megpróbálkoztak a négy ütemű változattal, ami már egy Volkswagen motort kapott, és az egyetlen nagy hátránya volt annak az autócskának, hogy a sebességváltója az 4 fokozatú volt, és 80-nál már nagyon-nagyon pörög a motor, pedig kívánná még az 5-öst. Ez viszont eredeti fellelt állapotban van, tehát nem nagyon újítgatták föl, pont azért, hogy úgy legyen, ahogy volt, halásztelekről származik, és az elejét tekintve és a műszerfalát tekintve egy igen korai példány. Tehát, hogy ez nem a 80-as évek példánya, ez egy sokkal korábbi Trabi, mert azért a Trabin is voltak, főleg a műszerfalon, elég jelentős változtatások, ugye a 3 millió darab alatt azért ezt-azt farigcsáltak rajta. Itt egész pontos info van arról, hogy a Trabantból 3 millió darabot adtak el, de még csak a német rekordot sem állított, mert a Volkswagen Bogárból 21,5 milliót, és a Toyota Corollából pedig 50 milliós példányszámú autó talált gazdára. No, itt láthatjátok a régebbi típusú Trabant műszerfalat. Aki ismeri a Trabantot, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, hogy ez nem az a műszerfal, amely 80-as években jöttek már a Trabik. Úgyhogy ez a példány, ez több szempontból is úgymond kuriózum, meg az eleje sem ilyen volt már 80-as években a Trabantoknak a hűtő rácsa. Ennyi a motorja. És a ZIU 9-es 933-as DKV-s trolibusz. Hát elég rosszak a fenyviszonyok sajnos. De ő legalább megúszta, és még megvan. Még akkor is, hogyha azért DKV-nál is vannak megőrzött példányok, és nosztalgiában is közlekedik ugye a mai napig Ikarus ZIU 9-es. Ikarus is közlekedik, csak az 156-os meg a 600-as. És a közlekedési múzeumban, tekintve, hogy múzeumi jármű, nézzétek, csak nem kellett az áramszedő lehúzó dobokat felrakni a hátuljára. Azaz egy kicsit autentikusabb ez a jármű. A pályaszáma azonban, hát a karakter az annyira nem jó. Valahonnan nagyon ismerős ez a felvétel, gyerekek. Ez azért lehet, mert ha ide néztek, azért elárulom, nem a YouTube-ról lopták le, mert látjátok, hogy ez nem logós. Ezt én adtam. Egy UV villamos fő kapcsolása. Ez ilyen oktató vizgentyű volt annó. Most meg már ugye kiállítási darab. Pedig itt vannak az irányváltó, a menetfékhengerek is benne, ha megnézitek. Különböző relék, a teljes vezetőállás, és ez még két vezetőállásos UV, tehát arra mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ott is van egy vezetőállás, hogy ott vannak alul a vontató motorok, szám szerint ugye 4 darab, 1, 2, 3, 4, és a másik vezetőállás, tehát az egy UV, ez még a két vezetőállásos időszakot modellezi, ha lehet így mondani. A régi Szél-Kálmán tér, az 1972-es metró építés előtti állapot. Nagyon klasszikus modell. Egyébként működőképes a modell, csak most épp nem üzemel. Van itt bengáli, nem is egy darab. Jól látom, 1600-as, 1500-as inkább. Sőt, még ipari csuklós is került. Thank you.
frissítéskor a hurok jóval kisebb lett, rövidebb, visszanyesték, de még a 2015-es átépítésig azért megvolt, és az 56-os villamosok, amelyek 56-os számmal ideig jártak, addig bizony-bizony itt fordultak meg. A MÁV Virtus TAS motorkocsi, amit most Árpádra átkereszteltek már, vagy 30 éve, de attól még ez a TAS. És előtte a Közlekedési Múzeum szép, nagy vasútmodell gyűjteményéből kettő, egy M31-es, Gokart, Zetor, és egy M62-es Szergely. Ami egyébként nem jó, mert a 001-es Szergely és 0-20-ig talán nem bordázott oldalfala volt itt az elejénél. Ez a modell viszont egy bordázott oldalfalú mozdonyt jelenít meg, és gyárilag mondom, a Szergelyek első példányai nem voltak bordázottak itt a két végükön. A déli vasút legendás 109-es mozdony a gyerekek, aminek az a szomorú sztoria van, hogy úgy néz ki, hogy már a saját lábán nem fog menni. Szobormozdonynak újították fel, ha jók az információim. Ha nem jók az információim, akkor nyugodtan húrogjatok le, én sem vagyok tévedhetetlen. Én úgy tudom, hogy a 109-es már saját lábán nem fog. Már úgy a saját lábán menni fog, de önerejéből már nem fog menni. Ami tényleg azért szomorú, mert nem olyan régen még, hát nem olyan régen, 10-15 éve még nosztalgia vonatok élén simán lehetett őt filmezni. És azért nem az egyedi olyan nosztalgia mozdony az egyedüli, ami működött valaha, és aztán szobarmozdony lett már csak belőle. Azért ez egy nagyon szép és nagyon egyedi masina, és borzasztóan nagy kár, hogy nem látjuk már püfögni, csühögni. Ugyanakkor, hogy ezzel a 242-es koporsóval mi a helyzet, azt igazából nem tudom, mert őt is filmeztem még a 2000-es években nosztalgia vonatok élén, de ő sem ment már borzasztóan régen. Lehet, hogy neki is lejárt a kazánvizsgája, és nem költöttek rá. Nem tudom, hogy vele vannak-e tervek, vagy ő is mindörökre újra statikus kiállítási darab marad, mert ugye ő Püspökladány állomáson volt kiállítva, aztán leemelték, és üzemképesítették, és ment is. Bizony-bizony, a 2000-es években vontatott vonatokat. Ugye voltak itt víziók, hogy itt az északi járműjavító területén hogy fog kinézni az új közlekedési múzeum, és egész pontosan meg is határozták, hogy melyik csarnokba és hogyan, meg hol. Rengeteg látványterv készült, ez még a Vitézi időszakban. Aztán jött Lázár János, a nagyokos Kukorica Jancsi, és leköltöztette Debrecenbe a közlekedési múzeumot, mert ja. Ilyen körkép a kiállításról. Ott a Kandó mozdony, amit most külön nem vettem fel, hiszen ő itt volt két éve is, mellett a 242-es koporsó, a 109-es, ami sajnos szobormozdony lett, pedig ugye még nosztalgiába tudtam filmezni is. Középen a színpad, ahol most szerencsére nem szól semmiféle gyermekzene. Itt a 30-as Ikarusz. Ott van a háttérben a vezérlőkocsi. Itt vannak a személyautók, az Ikarusz 266-os, a falujáró. Ez innen talán jobban látszik. Mellette ott van egy repülő, és itt bújik el a háttérben az Árpád sinautóbusz, korábbi nevén ugye TAS. És ha nagyon-nagyon hátra nézünk, és már tényleg nagyon hátra nézünk, akkor ott van ez a 424-009-es masina, ami most valamiért nem képezi a kiállítás aktív részét. Egy Barbie utasterét látjátok itt. Hát Barbie van még, fizikailag megvan egy, csak elvileg nem lehet felújítani valami jogi procedúra miatt, azt mesélte egy metrós ismerősöm.
Nem tudom, hogy mi lesz vele. Mindenesetre ez egy Barbie utasteret akar szimbolizálni, amennyire sikerül. Hát az ülés húzat meg a színek az minden esetre az. Két paraván azért nem ártott volna a két végére. Viszont az izzók megvannak, még ha nem is pont úgy, ahogy a metróba bent voltak. Ez volt a Közlekedési Múzeum 2024-es Mivel közlekedünk kiállítása, megspékelve egy kis Ikarus találkozóval. Stílusosan a Barbie utasterébe fejezzük be ezt a videót. Igaz, hogy ablakok nincsenek, igaz, hogy oldalfal nincsen, de mondtam, hogy sajnos a Barbie megmentése az jogilag most egy kicsit vettet, már még fizikailag van ilyen. Úgyhogy remélem azért tetszett, igyekeztem úgy megmutatni a dolgokat, hogy egy, kevés zene szóljon benne, kettő, minél kevesebben gyalogoljanak bele, ami higgyétek el egy ilyen családi rendezvényes napon, kb. A Mission Impossible 8, szóval ettől szoktam nagy bajt kapni. Azért remélem tetszett a videó, jók legyetek, és most leszállok a metrókocsiból. Sziasztok!